Kötelék. A család összetartó erejéről, nehézségekről, boldogságról, együtt átélt élményekről a Borsod online podcastje Nagy Hangó Krisztával. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, mai Kötelék című podcast beszélgetésünk a vendége Brézai Zoltán, Zoltánt nagyon régóta ismerem, hogy azt már megszokhatták a hallgatók, ilyenkor tegeződünk, és továbbiakban is tegeződni fogunk. Az apropója, amiért most ő a vendég ebben a podcast beszélgetésben, az többes. Egyrészt kapott Zoltán egy nagyon szép elismerést, egy díjat, amiről majd beszélgetni fogunk, másrészt pedig magáról az anyanyelv is szót ejtünk, mégpedig ugye általános iskolások körében, amelynek Zoltán az egyik vezér azt gondolom Miskolcon és itt a Vármegyében. Illetve ezen kívül Zoltán megengedte, hogy kicsit majd a családjáról is kérdezzem. Fel is tenném a legelső kérdést, ami a díjjal kapcsolatos, tehát hogy ez nem annyira régen volt. Pár hete kaptad meg ezt az elismerést, ami az anyanyelvünként egy szép nevet viseli, és ezt egészen konkrétan ugye szép halmon vetted át? Így az a Magyar Nyelv Múzeumában, nem a Magyar Nyelv napján pontosan, mert ott korábban volt az ünnepség, november 11-én, ugye november 13 a Magyar Nyelv napja, akkor lett hivatalos nyelv a magyar a 19. században egy törvénynek köszönhetően, és a Magyar Nyelv Múzeumában 11-én volt egy nagyszerű ünnepség. Petőfi úti naplóiból tartott egy nagyon színvonalas produkciót réka Károly színművész, és előtte volt maga a díjátadás. Egyébként magáról arról, hogy nekem ítélik oda azt az elismerést, arról már szeptember végén értesültem. Volt egy szép halmi Akadémia, talán olyasmi, ott tartottam egy előadást a sportnyelvről, és akkor mondta Nyíri Péter igazgatóra a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója, hogy ebben az esztendőben olyan nagy nevek után, mint Fehér József, aki a Kazinci Társaságnak volt az elnöke, és a Kazinci Múzeum igazgatója, a Magyar Nyelv Múzeumának alapító igazgatója, és Kovács Dániel, akit sokan ismernek itt a Vármegyében, hiszen a Kazinci Társaságban is közreműködött is hát több mint 90 évet élt, nem régen hunytak el sajnos mind a ketten, ők is megkapták ezt az elismerést. Úgyhogy én úgy érzem, hogy utánuk következni a legnagyobb megtiszteltetések egyike lehet. Nagyon szépen mondtad ezt, és ezt meg is kell jegyeznem, hogy, ugye, hogy te gyönyörűen beszélsz, és ezt, ezt a szép beszédet próbálod továbbadni, ugye, gyerekeknek, még mégpedig milyen formában, ugye, különböző vetélkedőkről is tudok. Így tudod, van, mi? több is van. A második Rákóczi Ferenc könyvtár, ahol dolgozom, ott szokott lenni egy színidei mozaik nevű tábor, amit Miklós Katalin, a gyermekkönyvtár vezetője, szervez kollégáival, a gyermekkönyvtárosokkal, és ott most már második éve vagyok egy programelem, amikor ezt a bizonyos játékot, amely idén tíz éves az anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv, egy picit az ottani diákokkal, fiatalokkal, hiszen oda egytől négyig, tehát alsótakozatosok járnak, nyilván olyan formában, ami nekik is megfelelő, ők is tudják, értik és szeretik, ahogy észrevettem az elmúlt két alkalom kapcsán azt próbálom egy picit népszerűsíteni, és picit bevonni őket is. Abba, hogy a játékosság eszközeivel bizony sokkal könnyebb népszerűsíteni az anyanyelvünket, mintha komoly szabályokat diktálnánk le a fiataloknak. Azt nem biztos, hogy megjegyzik, nem biztos, hogy szeretik a száraz anyagot, viszont így, hogy a játékosság eszközeivel a palindrómokkal, anagrammákkal játszunk, az számukra is picit kedvezőbb. Vagy például ezen a versenyen vannak különböző szituációs játékok, tehát egy meseköré szervezve öt általunk megadott szót kell beleépíteni ebbe a történetbe, és van olyan szó a hatodik, amelyet a produkció közben tudnak meg, ugye ezt tudják már előzetesen, és úgy építik fel, például mondjuk a Mátyás király és az igazmondó juhász történetét, vagy a kis gömböcét, hogy beleépítik a fogkefét, vagy a villamost is, ami azért nem annyira odaillik, de valahogy ők mégiscsak meg tudják oldani. Hogy mondjuk a királynak a harmadik fia bizony egy villamost vezetett. És akkor arra is kell figyelni, hogy raggal el lehet látni ezt a szót. Itt ugye a tádrag volt rajta, egy villamost vezetett, viszont képzővel nem, mert az ugye megváltoztatja a szónak a jelentését, gyakorta ugye szófaját is. Tehát ezzel tanulnak is a fiatalok, úgy érzem, és ez a legfontosabb, hogy játszva tanítjuk őket. Hoizingának, egy holland szerzőnek van egy olyan műve, hogy homo ludens, a játszó ember. Na, ezt próbáljuk mi is az anyanyelvápoláson keresztül véghez vinni. Egyébként ennek a versenynek az eredete, az a Nemzeti Művelődési Intézethez kötődik, ahol 2014-ben volt az a helyzet, hogy az anyanyelvápoláshoz kötődő projekt is jöjjön létre, és Dombi Ildikó az intézetnek akkor a szakmai módszertani főosztályvezetője volt az, aki nyüstölt, hogy legyen egy ilyen projekt itt a Vármegyében, és aztán kiszílesítettük ezt a határon túli fiataloknak, is már az első évben a felvidékieket bevontuk. Később Nagy Natália az Ungári Nemzeti Egyetemnek a docense kérte, hogy a kárpátaljaiak is kapcsolódjanak be, és szerencsére ők is, még a mostani komoly háborús viszonyok ellenére is el tudtak jönni, és tavaly éppen a Nagyberegi Református Liceum egy kárpátaljai csapat volt az, amely megnyerte a versenyt, hát korábban is volt győztese arról a földrajzi területről is ennek a viadalnak. És benne vannak még pár éve a Heves vármegyeiek, idéntől pedig a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek. Van még egy terület, amelynek a az iskoláit bevonjuk, de nagyon nehéz. Ez pedig a muravidékiek, tehát a Szlovéniában élő magyarság. Nagyon kis számban vannak már ott is lendvának és a környékbeli falvaknak a magyar lakta területein. Nagyjából egy 4500-5000-en lehetnek. Reméljük, hogy ebben az évben sikerül őket is megszólítani olyan formában, hogy csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, és részt vesznek a versenyen. Azt gondolom, nem árulunk el nagyon nagy titkot azzal, ha elmondom a hallgatóknak, hogy mi dolgoztunk együtt ennél a bizonyos nemzeti művelődési intézetben. Így van, és te zsűri is voltál az egyik. Igen, versenyben. részt ha jól emlékszem. Igen, igen, hát a legendás a memóriád, igen. <gül> <gül> Valóban. Mászom a fényképekre, a tornajai azóta sajnos megszűnt magyar nyelvű gimnáziumban. Minden azt szerettem volna mondani, hogy nagyon jó hangulata volt ennek a versenynek, aminek hát ezután is köszönöm szépen, hogy én is részese lehettem, és bevontam. rengetegen részesei voltak, tehát akik ugye zsűrit kint említettelek téged. De például, hagyd mondja, már, hogy kollégánk, aki kulturális közszolgálkozatot volt, Varga Mónika volt, aki ennek a versenynek az oklevelét tervezte, amit ma is használunk. Pici átalakítás, amely nyilván a logót azt levettük róla. De nagyon sok kollega volt az, aki zsűrizett, Kovács Anikó is az irodának az akkori vezetője, ott voltak. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. És hát mennyi pedagógus és diák kapcsolódott be az elmúlt tíz évben, tehát az több száz, de lehet, hogy ezres nagyságrendet takar. Ami kapcsolódásunk egyébként még ennél is korábbi, és, és ez lesz az utolsó, hogy a mi kapcsolatunkkal terhelem a hallgatókat, de azt ír, ezt szeretném elmondani, hogy ahogyan te, úgy én is, ugye Herman Otto gimnázium tanulói voltunk, és volt egy, egy magyar tanárnő. Igen, róla szeretnék beszélni, vagy szerettem is volna, és örülök, hogy rákérdeztem. Igen, hiszen ugye mi nem egy évfolyamon jártunk, de, de ugyanaz az Irén Kenéni tanított mindkettőnket a magyar nyelv és irodalom tantárgyból, és azt hiszem, hogy ez mindkettőnk számára meghatározó volt a jövőre nézve és hát főképpen neked volt nagyon szoros kapcsolatod a tanárnővel, és akkor, ha már egyébként is akartál róla beszélni, akkor kérlek mondd el, hogy hogyan indított el ezen az úton. 1994, ez már nagyon régen volt, jövőre lesz, az mondja, hogy 30 éve. Akkor kezdtem én a Hermanban magyar történelem tagozat volt akkor, ennek a neve és a másik része az osztálynak meg informatikus volt, érdekes felosztás, és Irénke én vitte, tehát Kovács Ferenc néni vitte a magyaros részt, és mondta, hogy van egy ilyen szakkör, hogy beszélni nehéz, van a Kossuth Rádióban egy rádió műsor, az azóta már megszűnt beszélni nehéz, most a Magyar Katolikus Rádióban szóról szóval címen fut, és hogy két hetente jelentkezik, ott vannak különböző példamondatok, azon be kell jelölni a helyes hangsúlyokat, szüneteket és a hibákat, mert ugye bejátszások voltak a rádió hangtárából. És emlékszem egyébként, hogy pont a ti osztályotok volt akkor végzős. Egyik osztálytársának a testvére is oda járt, a Szentegabi, és ö, ott mutatta meg Irénkeny, hogy át kell venni a stafét a botot, mert ugye elballaktok is. Igen, Ellenek és mi jártunk ebbe a beszélni nehéz szakkörbe. Így ja, van, igen, igen, igen. igen. Hát rövid ideig, mert aztán a végzősök nyilván mással voltak mm. inkább elfoglalva. És akkor jártunk a különböző rendezvényekre. Pécsi Blanka sírjánál volt például, hogy szeptemberben egy megemlékezés, ugye szeptemberben van Pécsi Blanka születésnapja, és emlékszem, hogy írtam akkor Deme professzornak egy levelet, mert mindig ugye más írta a levelet a szakkörösök közül, és azt írtam, hogy elgondolkoztam azon, hogy milyen volt Pécsi Blankánál ez a megemlékezés, hogy mennyi ember volt ott, és olyan volt ez, mint egy nagy család. És ezt professzor úr az adásba idézte. Nagyjából egy két hónapja jártam én a Hermanba, és milyen nagy öröm volt, hogy akkor így mondta be, hogy a Herman gimnázium elsősebb Rézai Zoltán így számolt be november elején. Még szinte szó szerint tudom idézni, mert megvan, én felveszegettem, amikor nem csak tőlem, de valakitől idéztek, és meg is van valahol az a kazetta. Tehát irénykenéni hatására jelentkeztem egyébként később, mert az már nekem egy ilyen jutalomjáték, így mondom, két diploma után magyar nyelv és irodalom szakra ide 2003-ban a Miskolci Egyetemre és nagyon sokat segített. Főleg a mondattan előadás kapcsán, mert az azért Kovács Máriánál egy kemény tantárgy volt, mondjuk úgy. Ő szeretett olyan feladatokat adni, egyébként Kovács Mária volt a szakdolgozatomnak az opponense, és ő a másik ember itt a Miskolci Egyetem történetében, Kemény Gábor volt a konzulás mellette, akit szeretnék megemlíteni, meg majd még lesz egy házaspár is arról is. Mesélek. Szóval Kovács Máriának nagyon tetszett ez az ötlet és a szakdolgozatom is, és a mondattan azért olyan volt, hogy jókai 16-szorosan összetett mondatait kellett a tagmondatok viszonya szerint elemezni. Ez azért szerintem még egy középiskolásnak is nehéz, és az egyetemen sem lett könnyebb de hát azért csak átvergődött ezen a tantárgyon is az ember. És a másik pedig ugye Szili Házaspár, Szili József és Sziliné Erzsébet, akik olyan indítatást adtak az embernek, olyan értékrendet képviseltek a Miskolci Egyetemen, amelyet azért nem annyira sokan. És ö, hozzájuk mindig lehetett fordulni, őket fel lehetett hívni telefonon, Zsóka, mert így szólítatta magát ö, Sziliné, mindig felírta a táblára a telefonszámát, hogy nyugodtan lehet hívni neki, a lapon is kint volt a mobilszáma. Sokáig már, ugye ő 2009-ben elhunyt, de sokáig meg volt, még a telefonomban se töröltem ki a számát. Ha nehéz helyzet volt bármi magánéleti probléma, akkor is lehetett hozzáfordulni. Nem csak akkor, ha mondjuk a tananyag kapcsán volt valamilyen problémám, vagy valamilyen elképzelésem. Látod, hogy milyen meghatározó, ha egy jó pedagógus az ember életében? hogy gyakorlatilag az egész pályafutásodra kihatásra Minden szinten volt ilyen. Mert most még az általános iskolásról nem beszéltem, én a Jókaiba jártam, most ez egy református általános iskola. Pongrácz Jánosné csak két évig tanította nekem a Magyar alsóban, harmadikban és negyedikben, de ő szervezte a dráma szakkört, illetve ő volt az iskolai előadásoknak, karácsonyi műsoroknak, vagy amikor volt a névadunk, a jókai névadú, a szervezője, a rendezője. És mellette ugye felsőben meg Harsányi Attilán és Zsóka néni volt a magyar tanárom, aki szintén abba az irányba terelt, hogy igen, akkor Herman is magyar történelem szak. Neked is van pedagógus diplomád? Mert említetted, Igen. hogy három diplomád Igen, van. Igen, a magyar nyelv és irodalom szakasz tanári, sőt a politológián is megcsináltam a középiskolai tanári végzettséget. A művelődés szervezője az nyilván nem, és most pedig az Eszterházi Károly katolikus egyetemre informatikus könyvtáros szakra járok. Ez lesz a negyedik? Ez a tanári, ez a negyedik, most ott vagyok másodéves. <laughs> Igen. És ez az azért az Eszterház is. Életérzés, abba bele kell kústolni. Tehát, Bajtokné rektorasszony mondja, hogy azért ez az eszterházis érzés is valóban megvan. Tehát én most tapasztalom, hogy milyen tanárok vannak ott, mennyire komolyan és jól tudják tanítani azokat a hát nehezebb tárgyakat is, mert az informatika irányában megy most már ez a szakterület. Ugye úgy is hívják, úgy mondtam, hogy informatikus könyvtáros. Régebben ez könyvtáros volt csak vagy könyvtáros tanár vannak olyanok is, persze. Az informatikus könyvtárosok bizony tanulnak sok minden olyan tárgyat, amelyek az informatikával kapcsolatosak. Tehát adatbáziskezelést, vagy például olyan tárgyakat, ahol bizony az informatika kap kulcs szerepet. Így már azt gondolom, hogy olyan hatalmas rálátásod van az anyanyelvzel kapcsolatban különböző területekre, tehát könyvtárban dolgozol, gyerekekkel foglalkozol, az anyanyelv ápolás, azt hiszem... És még nyugdíjasoknak is van egy ilyen. Szoktunk játszani a Martin Kertvárosi Nyugdíjas Klubbal, a Tompa Mihály könyvtárunkban, az ugye ott van egy fiók könyvtár, a Martin Kertvárosban, és évente kétszer összejőnk. Mm. És akkor csapatokban szerveződnek, és ugyanezeket a kérdéseket kapják meg, amelyeket a versenyen a fiatalok. És akkor ön ügyesen megoldják? mint, Ügyesek, a, mint nagyon, a fiatalok, nagyon, a gyerekek? Is meg kell dicsérnem Grajter Zoltán ennek a nyugdíjas klubnak a vezetője, és ő is mindig ott szokott lenni, többen, kevesebben, de mindig jönnek egy páran. Tehát gyakorlatilag ugye átszövő az életedet, ez, a, Hogyne. ez az, hogy a magyar anyanyelvet És a állod. családnál is. És igen, és most akartam uh -huh. rátérni arra, hogy ugye van egy kislányod. Három éves, igen. Kislányod, Fogodányos. igen. a keresztnevét elárulhatjuk. Odetnek hívják. Odet, még a neve is gyönyörű. És, uh, a az eltűnt idő nyomában című regényéből. <laughs> Azért lett Ó, igen. Na, hát. Igen, nem hazudtolod. És van egy magad. másik keresztneve, és az is nagyon szép, Lídia. Lídia, De igen. az odettet használjuk. És, Nagyon szóval szóval... a... szépen két tével mondja már. A kislányod, igen, akkor ő már három évesen, hangzókra. igen. Így van, amikor megkérdezzük, hogy hogy hívnak, akkor így mondja, hogy odett. Uh -huh. És rendesen lehet hallani a kettőtét. Na jó, hát, hogyha az apukája ilyen gyönyörűen műveli a ma magyar nyelvet, akkor ez el is várható. Ki kiavít, amikor mesélek, tehát ha már este van, fáradt az ember, félreolvasok, és akkor mondja, hogy mi van meg leírva, és az van odaírva. <laughs> Jó, ezt a mesét már nyilván hát elmondta neki kívülről, háromszor, négy tudja kívülről, elmeséli már a csipkerúzsikát, és a fejérkét kívülről. De ne teljesen tudatos egyébként, hogy így neveled, hogy hogy a magyar nyelv beivódjon neki már egészen picit? Igen, látom. mert ha vannak nyelvi hibáim, mert nyilván egy három évesnek vannak nyelvi hibáim, mert ő még nem tudja, hogy az ide, meg az oda, az hogy van, bár gyakran már azt veszem észre, hogy ez, ezt is jól használja meg úgy mondja, hogy ott van apa, ha mondjuk távolabb, és itt van anya, ha ő közelebb van hozzá. Nem tudom, honnan jön ez. Nyilván ennek van egy genetikai része, amiben nem folyok bele, mert nyilván nem vagyok ennek a szakterületnek a művelője, de biztos vagyok benne, hogy ez is közre játszik, meg hogy sokat mesélünk, feleségem is és én is. Fontosak a mesék, én úgy gondolom. A feleséged gondolom azért ö, teljesen egyetért ezzel Természetesen, a Természetesen, hát nevelési elvekkel. Ő is szokott. Van, amikor a mondókákat, mondjuk pici versikéket, de van, amikor kér egy mesét, akkor azt szoktuk neki elmondani. Úgyhogy fontos, fontos ez a nevelés. A ilyesnek a 77 magyar népmesékben mondjuk még csak egyet hallgatott meg a kacor királyt. Igen. Azt is kiskorban most azt mondta, hogy azt nem szeretné még. Biztos, hogy eljön az ideje, amikor azt is megszereti. És odát már óvodás? Óvodás, így van. A Brunswick óvodába jár a sport óvodába, most szeptembertől. Milyen volt egyébként az elszakadás? Előtte volt bölcs is? Volt. Volt, volt bölcs is? egy évig, majdnem egy évig járt hmm. bölcsödébe. Akkor már az intézmény intézményrendszert megtapasztaltátok? Így van. Hát sajnos a betegségeket is megtapasztaljuk, de hát ez így van a gyerekeknél, akik közösségbe kerülnek, de aztán azt mondják többen, tehet, hogy meg tudsz erősíteni szintén családanyaként, hogy majd iskolában már ez egy picit talán csökkenni. Fog. Egy picit. De nem sokat. Majd a középiskolában, Igen. akkor meg már lógnia. Igen. Igazság szerint azért szerintem ez az alsó tagozatban még. A gyerekek hát még, kicsi, gyerekek igazán, még az elég az gyakran. Az immunrendszer nem annyira. Igen, még az immunrendszer kifejlődőben van, és uh, úgyhogy uh, még nem tudlak azzal biztatni, hogy ez majd rögtön első osztályban elmúlik. Itt még azért Itt elég. Akkor gyakran. otthon vagyunk vele és játszunk. Olyan gyönyörűen számol, és a bújócskázunk mondja, hogy aki bújt, aki nem, megyek. Uh -huh. <laughs> Nagyon aranyos lehet. No, és akkor visszatérve még picikét, ugye az anyanyelv vápolásra Összességében Mit gondolsz, hogy Magyarországon ez mennyire fontos most a fiatalok, vagy azt mondhatjuk, hogy akár a felnőttek körében is? Mert hogy úgy tudom, hogy nem túl jó véleménnyel, vagy egyébként magáról erről, hogy Magyarországon mennyire ápolják az anyanyelvet. Sokan azt mondják, hogy nem kell ápolni, mert hát itt van, ami birtokunkban van a legfontosabb kincsén azt mondom, hogy ha hungarikumokat kell gyűjteni, és ott van persze a bíres meg a gyulai kolbász, meg, és nem akarok semminek se reklámot csinálni, nagyon fontos dolgok, hiszen mi állítottuk elő ezeket a termékeket, mi fedeztük fel, vagy a C-vitamin, de a magyar nyelv, a magyar nyelven írták le mondjuk a bíres akár a történetét, vagy az adagolását, nem németül, vagy olaszul, és ezek a mesék is magyar nyelvre lettek lefordítva, hiába mondjuk rimmesékről beszélünk, de valaki magyarra fordította, vagy így és Gyula összegyűjtötte a 77 magyar népmeséket, vagy mesék Mátyás királyról mondák. Mind magyar nyelven vannak, magyar nyelven olvassunk, beszélünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy foglalkozni kell a nyelvápolással, a nyelvi igényességgel, és akkor talán egy picit a többi ember is odafordul és felkapja a fejét. Az anyanyelvápolók szövetsége, amelyet 1989-ben alapítottak, ezt az elvet képviseli. Mindig voltak ellenzők, és mindig is lesznek nyilvánvaló, hogy most nem kell megtanítani gyerekeket erre, mert a nyelv egy változó rendszer, és akkor majd most változik, és jönnek az anglicizmusok, és akkor az idegen szavak még jobban beépülnek a nyelvbe. De érdemes, amire azért tudunk magyar megfelelőt, most ugye mondtad az elején, hogy podcast. Erre most mit lehetne mondani? Egy ilyen kis portré, vagy nem tudom. Én azért szoktam hozzátenni, egy beszélgetés. Beszélgetés, igen. De erre sincs nagyon magyar. Igazából szóra. nincs, nincs, igen, nincs, nincsenem nincs, mert a műfajt uh, nyilvánvalóan ugye Így olyan környezetből vettük át, és, uh, és uh, hát meghagytuk. De sajnos nagyon sok ilyen szavunk van, amit ma már nem magyarul használunk. Hát igen. Egyre több. Igen, és a gyerek is óvodában már tanul angolt. Igen. Sőt, igény, is, igény is, hogy És tanul. igény is van rá, mert utána azért a az életében, akármerre viszi a sors, azért fontos lesz a nyelvtudás. Tehát én nem azt mondom, hogy ne legyen fontos az idegen nyelvnek. A hát tudása. először magyarul tanuljon így meg rendesen. Van. Az anyanyelv benne is van, és az anyától ez érdekes, hogy így hívják, hogy anyanyelv, vagy ezt a szót használjuk. Nyilván az első kapcsolat, akár ha a kórházban megszületik a gyerek, nem az apa van ott vele. Jó, most már lehet gyesre menni az apának is, nem tudom, fél év, egy év után. De, de azért először az anyával van, és vele van a legszorosabb kapcsolata. Aztán utána változik, apanyelvet is tanul. Igen, akár hívhatnánk apanyelvnek is. Igen. igen. Érdekes, nyilván egyébként ez az oka, hogy anyanyelv lett a neve, hogy az édesanyja szól először a gyerekhez. Jó, aztán amikor hazajönnek a kórházból, akkor már sok mindenki ott vannak, a nagyszülők meg. De hát amire még egyébként itt ki akartam térni, hogy például ugye mondtad, hogy informatikus könyvtárosnak tanulsz, és ugye ez például az informatikával, meg hát a technikai fejlődéssel kapcsolatos. hogy Már is... Space ilyen tárgyunk is van, bocsánat. Micsoda? Már kerspész. Jó. Honló Na, hát erre de, sem de nagyon tudok Magyarul. De, de, de erről beszélek, hogy a, hogy mondjuk a közösségi van. oldalakon is ugye a fiatalok már rövidítésekben beszélnek Sörnyűség. egymással, smiley beszélnek egymással, tehát hogy ez egyre kevésbé használják az anyanyelvet akkor maradjunk az, az anyanyelvén. Miért most vissza nyelvén. kell kérdezek. Jó, az informatika nyelve az angol, tehát Igen. Igen. Na, de hát a közösségi oldalakon a címek azért... Mert az, 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 is egy nem 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 nemzetközi, mert az is egy nemzetközi platform, és azt gondolom, hogy ez az, amit nemzetközileg mindenki megért. Ugye a fiatalok sokan, meg külföldi... A külföldi hát, ha külföldiekkel külföldiek kommunikál, kell az is más, de a magyarokkal a beszél, akkor... Csak a magyar hát, De szerintem ez a trendi, mondjuk szerintem. De ez, ez az, az, az én... egy idegen szó. Ez az én véleményem, hogy trendi, igen, divatos. Erre. Hát divatos? igen, ez divatos, ez jobban hangzik, Behet, hogy divatos. Igen, igen És igen. ugyanazt jelent. Na, de a trendit használják, az a baj. Igen, igen. Feeling az a másik rendszem. <laughs> És azt, hogy ezt fordítanád? Érzé... Érzés. Érzésnek? Na, mond, meséltem az Eszterház is érzésről. Uh -huh. Hát miért ne? Fert igen, de, de lehet, hogy nem teljesen ugyanazt jelenti. A szlovéneknek van erre egy nagyon jó kifejezésük, ők ebből egy védjegyet csináltak. Most gondolkoztam a szót, majdnem azt mondtam, hogy brendet. I feel Slovénia, és a Szlovéniában benne van a láv. Igen, igen. És épp amivel jöttem a azon az van rajta ez a felirat. Mm. Ők se szlovénul írták. Nem. De ezt kihasználják ők épp egy volt kollégámmal beszéltünk erről, hogy, hogy ez milyen jó, hogy turisztikával foglalkozik, és hogy milyen jó ez, hogy kitalálták, hogy a Szlovéniában benne van ez a lav, és akkor erre fel lehet építeni egy ilyen kis védjegyet. Összegezvén, akkor a most tenni beszélgetésünket, és akkor nem használom a kedvelére a podcast szót. <laughs> hogyan lehet a gyerekeket, a mai fiatalokat, akik ugye mindenféle ilyen hatásnak ki vannak téve, amikről most itt beszélgettünk, hogyan lehet őket arra rávenni, hogy olvassanak, hogy használják a nyelvet, hogy szépen beszéljék, műveljék a nyelvet, hogy artikuláltan beszéljenek, tehát hogy ez csak a Szülők, pedagógusok felelőssége, vagy azt gondolod, hogy az egész társadalom? Szülők szülőki a, szülő a legfőbb felelősség, mert az a gyerek oda jön haza. Akár iskolába, óvodába, bárhova megy. Előbb-utóbb azért haza jön a szülőkhez, jobb esetben. És vegyük, feltételezzük okay. ezt a jó esetet. És tőlük hal mindent. És a gyerekek, én látom a kislányunkon, szívják magukba, mint egy szivacs az információkat, a szavakat, hogy hogy beszélünk, miket mondunk idegese most apa, vagy nyugodtabb, és ez nagyon fontos. Aztán nyilván van a nevelőknek, óvodapedagógusoknak, pedagógusoknak, középiskolai tanároknak is felelősségük, hogy hogyan szólnak a gyerekekhez, mit mondanak el órán, mit mutatnak meg nekik. Sajnos a televízió a másik, aminek nagyon nagy felelőssége van ilyen szempontból. A reklámok, a különböző hírműsorok kapcsán, hogy azért egy 5-6 éves gyereknek nem feltétlenül a híradóba azt kell látni, hogy folyik a vér. Hanem mondjuk beszéljünk arról, hogy mi van a mesékkel, hogy szervez nekem mondjuk ilyen mes. Zámborszki Eszter, lehet, hogy volt is már. Már volt szépen, vendégem, köze, igen, igen. De volt egy mesemondó verseny a könyvtárban, és azért jutott az eszembe az ő neve, hogy ő nagyon szépen elmondott akkor a verseny elején egy mesét a gyerekeknek. És ez milyen jó dolog. Milyen jó az ő gyerekének lenni. <laughs> mert akkor azt meg tudja hallgatni anyától első kézben. Na mindegy, tehát fontosak én szerintem a mesék, meg hogy olvassunk. Na most azt mondják, hogy nem olvasnak, vagy nem járnak annyian már könyvtárakba sem, de azért ezt én megcáfolnám, én azért látom ott, hogy a gyerekkönyvtárban nagyon nagy mozgás van. Tehát ha van valamilyen foglalkozás, van a foglalkozás például a könyvtárban, de robotika is, ahol mondjuk könyveket ajánlanak, és akkor itt jön az informatika, összerakják legóból, nekünk is vannak ilyen legós óráink, hogy össze kell rakni az adott ő, történetet legóval, és akár azt a képen is meg lehet, tehát a számítógépen rakom össze, és abból lengyelné Molnár Tünde tanárnőnél például matematikai feladatot kellett, összeállítanunk, hogy van mondjuk egy tó, és ennek egy harmada ezi a kacsái, a sárga kacsáj, a másiké ennyi, és akkor mondjuk elvesszünk, felosztjuk úgy, hogy két kacsánál legyen a fele, és a másiknál a vagy a harmadiknál, meg a másik fele összességében, tehát tanulja a törteket. Tehát sok mindent lehet én ezen az informatikával kezdeni, de ugyanakkor ott van a szöveg. Hát szöveges feladatok is vannak a matematikában. Nem mindegy, hogy hogy fogalmazzuk meg, hogy érthető legyen számukra, közérthető és értelmezhető. A szövegértéssel is néha azt érzem, hogy nagyon nagy probléma van. És nem csak a fiataloknál. Ez így van. <kül> Igen, ezt én is tapasztalom. De járnak könyvtárban, megnyugtatok mindenkit. <kül> kölcsönöznek is könyveket, a fiatalok néha 6-8 könyvet visznek el. Ezekben vannak mesekönyvek, nyilván is regények is, de mondjuk akár a biológiához kapcsolódó, az állatok, növények világához kapcsolódó kötetek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy könyvemutatókon is sokan szoktak lenni. És ez fontos. Nagyon szépen köszönöm, hogy. Így elszaladt az idő. Így elszaladt az idő. Én beszéltem volna biztos egy picit, de nyilván véges az adás idő, és köszönöm szépen a meghívást, meg hogy elmondtam. Hát majd jössz máskor is, és akkor majd tovább beszélgetünk. Hívtok akkor, örömmel. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Kötelék. A Borsod Online Podcast-ét hallották nagy hangú kristával.